November 13-án Kecskeméten is bemutatták az Otthon mozi jóvoltából a Verzió Nemzetközi Emberi Jogi Dokumentumfilm Fesztivál egyik nagy érdeklődést kiváltó filmjét, az Egy újságíró meggyilkolása című alkotást. A filmet egy amerikai filmrendező Matt Sarnecki rendezte, aki a Verzió Filmfesztivál vendége volt, és Kecskemétre is ellátogatott, hogy találkozzon közönségével. Matt Sarnecki nyilatkozott a Múzsa magazinnak is. Az Egy újságíró meggyilkolása című filmet Matt Sarnecki amerikai rendező jegyzi, aki a 2018-ban meggyilkolt szlovák oknyomozó újságíró Ján Kuciak és mennyasszonya kivégzésének történetét dolgozta fel. A rendező sok éve Bukarestben él, és maga is oknyomozó újságíró, aki ismeri a közép-európai korrupció természetét. Olyannyira, hogy már nem ez az első újságíró gyilkosság, amiből filmet forgatott. 2016-ban Killing Pavel címmel filmet készített a Kievben meggyilkolt Pavel Seremet fehér orosz oknyomozó újságíróról. Amikor 2018-ban vidéki házukban kivégezték Ján Kuciakot és mennyasszonyát, a régészként dolgozó Martina Kusnirovát, kézenfekvő volt, hogy az újságíró barátai a Romániában élő amerikai filmrendezőtől kérjenek segítséget. Amikor Jan és Martina holttestét megtalálták Szlovákiában, néhány barátja és kollégája megkért, hogy próbáljon meg a Pavel gyilkossághoz hasonlóan feltérképezni a helyzetet. Eleinte nem sikerült senkit meggyőznöm, például a rendőrség tagjai közül, ami nem lepett meg. De fél évvel később Jan és Martina meggyilkolásáról, sőt magukról az elkövetőkről is hatalmas mennyiségű adat szivárgott ki rendőrségi forrásokból és aktákból. Kiderült az is, hogy mi volt a gyilkosság állítólagos ötletgazdájának telefonjaiban. A 70 terabájtnyi anyagból rájöttünk a korrupció működésének természetére nem csak Szlovákiában, hanem a régióban is. Ekkor ismertem fel, hogy ez egy lehetőség filmkészítésre, nem csak Jan és Martina tragikus meggyilkolásáról, hanem a maffia állam működéséről is, így kerültem Szlovákiába. Matt szlovák, cseh és dán munkatársai segítségével földerítette a Szlovákiában érdekeltséggel bíró olasz maffiaklánok és a politikai elit kapcsolatát, az uniós pénzek lefölözésének gyakorlatát, amely az idők során egyre gátlástalanabbá vált. A szálak felderítésében játszott szerepéért kellett meghalnia végül a 28 éves újságírónak és mennyasszonyának. Both of these films, I never would have been able to do it alone. Egyik filmemet sem tudtam volna egyedül megcsinálni. Amikor a Pavel gyilkosságról szóló filmet készítettük, ukrán újságírókkal dolgoztam, akik mélyreható nyomozói munkát végeztek a helyszínen, ők kopogtattak például az összes szomszéd ajtaján. A közterületeken készült felvételek átnézése után kapcsolatba léptünk a különböző bűnüldöző szervekkel. Az én szerepem alapvetően az volt, hogy végignézzem a birtokunkba került felvételeket és összerakjam ezt a történetet. Jan barátja és még számos más újságíró mind végig együttműködtek velem, segítettek nekem és megadtak minden olyan információt, amelyre szükségem volt a történet összerakásához. Tehát óriási segítséget kaptam abban, hogy a hatalmas információ halmazból mit tudunk felhasználni. A film vetítését követően az Otthon mozi közönsége hosszan faggatta a rendezőt a szövevényes történet részleteiről és az igazságos lezárás esélyeiről. Többen is utaltak rá, hogy a történet nem csak a szlovákok számára lehet tanúságos, rengeteg párhuzamosságot lehet felfedezni a régió más államaiban is a történtekkel. Feloldás egyelőre nincs, a filmben is bemutatott perben legkorábban 2023-ban várható jogerős ítélet. Az Egy újságíró meggyilkolása című filmet, amely tudatosan elkerülte a hatásvadász csapdákat és csak ellenőrzött információkkal dolgozott, a Verzió Fesztiválon közönségdíjjal ismerték el. A rendezőnek föltett szándéka, hogy a továbbiakban is a régió történéseire koncentrál majd, mindenekelőtt az Ukrajnában és Oroszországban történtekre.